Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Falig könyveslog csatornája. A mai videó egy nagy könyves összegzés lesz. Elég rég jelentkeztem már ilyen mit olvastam típusú videóval, ha jól emlékszem, akkor utoljára áprilisban volt erről valamiféle összegzés, de mindenképpen fontosnak érzem, hogy valamilyen tematika mentén mégis meséljek nektek azokról a könyvekről, amiket az elmúlt időszakban olvastam. Úgyhogy az egyik nagyobb egység, amit kiválasztottam tematikának, az a magyar szerzős könyvek lesznek, és ebben a videóban most csak olyan könyveket fogok nektek mutatni, amik 2022-ben jelentek meg. Összeszámoltam, és eddig 14 idei megjelenést olvastam hazai szerzőktől, ami között vannak regények, verseskötetek és novellák is. A Könyvparádé címet pedig azért adtam ennek a videónak, mert szeretnék kitérni azokra a könyvekre is, amiket vettem idei megjelenések magyar szerzőktől, illetve azokat a megjelenéseket is szeretném nektek megmutatni, amik felkeltették az érdeklődésemet, de még nincsenek nálam. A Könyvparádé elnevezést pedig Nalinától nyúltam le, ő készített régebben olyan típusú videókat, amelyben az olvasott könyveit, a vett könyveit és a kívánságlistás könyveit is bemutatta, és így nevezte, hogy Könyvparádé, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és szerintem teljes mértékben illik erre a videóra is. De akkor vágjunk is bele, és mutatom azokat a könyveket, amiket már olvastam, és külön csoportosítom őket, először a regényekről lesz szó, aztán a novellás kötetekről, és végül a verses kötetekről, és a videó másik részében pedig mutatom a bookholt, azaz, hogy miket zsákmányoltam, és mik vannak már itt a polcomon még olvasatlanul, és mutatom azokat a könyveket is, amiket még nem vettem meg, de nagyon szeretnék rájuk lecsapni. Nem olvasási sorrendben fogok haladni, hanem egyszerűen úgy, ahogy most kézbe veszem a könyveket, és az első, amit megfogtam, az Borda Rékának az Égigérő Csalán című regénye. Borda Réka egy 1992-es születésű író, nagyon fiatal, de már két kötete megjelent a Szkolárnál. Az Égigérő Csalán az első próza kötete, amit idén jelöltek is a Margó Irodalmi Díjra. A másik kötete a Szkolárnál, ami a legelső publikált kötete volt, ez egy verses kötet, ez a Hoax, amiről majd szeretnék egy-két szót beszélni, de csak ha elmeséltem a regényt. Az Égigérő Csalán elbeszélője egy fiatal lány, aki együtt él a barátjával, aki megkérte a kezét, és babát is várnak, viszont folyamatosan betörnek az emlékezetében olyan gyerekkori képek és emlékezett foszlányok, amik valamiért nagyon-nagyon bajósak és nagyon nagy titkokat rejtenek. A szövegben párhuzamosan haladunk a jelen történéseivel és a múltbéli emlékképekkel, és a múltbéli emlékképek között is nagyon erős egyetlen egy nyárnak az emléke, amit az elbeszélőnk egy vidéki, alföldi kisvárosban töltött, nagyon forró, poros ez a kisváros, és megjelennek olyan rokonok, a nagymama és a nagybácsi, akik elég erőteljesen jelen vannak ezekben az emlékfoszlányokban. Az egész elbeszélés nagyon költői, iszonyatosan erős képekkel dolgozik Borda Réka. A tájleírás az nagyon-nagyon erőteljes, szinte minden életre kell benne, a villámok, a pataknak a sodrása és a különböző növények, és nagyon erős szimbólumokat is találunk a kötetben, nem csak az égigérő csalánt, ami nagyon fontos eleme a könyvnek, hanem a nyúlnak is nagyon fontos szerepe van. Már az elején van az embernek egy iszonyatosan nyomasztó érzése ezzel az egész vakációval kapcsolatosan, és ahogy egyre jobban haladunk előre a történetben, és jönnek fel az újabb és újabb emlékképek, úgy kezdünk rájönni, hogy itt valami borzasztó dolog történt ezzel a lányjal és a gyerekekkel, akik körülötte vannak. És talán ehhez spoiler, de igazából a molyos címkék között is ott van, hogy ennek a kötetnek a fő tematikája az a családon belüli szexuális bántalmazás. Nehéz témán dolgoz fel Borda Réka, de én mégis nagyon szerettem ezt a kötetet, nagyon tetszett a stílusa, nagyon tetszettek a szimbólumok és ez a fajta természetleírás vagy atmoszféra teremtés, amit megcsinált ebben a regényben. És akkor itt térnék vissza a Hoaxra, ami az első verses kötete volt Borda Rékának, és én ezt a verses kötetet azután olvastam el, hogy elolvastam az Égigérő Csalánt, és így valami döbbenetes ereje volt ennek a kötetnek. Többféle ciklus van ebben a verses kötetben, a legelső ciklus az, ami a gyerekkorral foglalkozik, és tulajdonképpen elgondolkodtam azon, hogyha nem ismerném az Égigérő Csalánt, akkor vajon mennyit értettem volna meg ebből a verses kötetből, vagy nem is az, hogy megértettem volna, hanem hogy felfejtettem-e volna azokat a szimbólumokat, amik benne vannak, mert ha csak megnézzük a Kántor szemei című verset, akkor tulajdonképpen ennek a könyvnek az egész története benne van. Úgyhogy nagyon örülök, hogy az idei évben összeakadtam Borda Réka írásaival, és fogom figyelni a pályáját ezután. Most, hogy végignéztem ezen az olvasott könyvkupacon, rájöttem, hogy eléggé nőközpontú ez a válogatás, nagyon sok női szerzőtől olvastam, és a 14 olvasott könyv közül mindössze kettőnek van férfi szerzője, de akkor jön is egy következő női szerző, akitől szintén most olvastam először, és ő nem más, mint Czakó Zsófia, és a Szívhang című kötetét mutatom.
tudom. Czakó Zsófiának ez már a második kötete, ami a Szkolár kiadónál jelent meg. Az első bemutatkozó kötete a Nagypénteken nem illik kertészkedni című könyv volt, aminek nagyon izgalmas a címe, és szintén úgy vagyok vele, hogy a Szívhang után szeretném majd elolvasni. A Szívhang története egy betélés története, ami elég megrázó, és eléggé félbe fogtam bele ennek a könyvnek az olvasásában pont a témája miatt. Viszont egyáltalán nem kell tőle félni, mert a fajsúlyos téma mellett azért sok másról is szól ez a kötet, és van egy nagyon-nagyon bájos humora is, ami kicsit elviselhetőbbé teszi ezt az óriási traumát. A kötet erőteljesen önéletrajzi ihletésű és egy magzat elvesztéséről szól, a főhős pedig bekerül egy vidéki kórház C-osztályára, ahol abortuszt váró nőkkel kerül egy szobába, a C-osztály pedig itt a cigányosztályt jelöli. A regényen végig érződik egy nagyon erőteljes vallomásosság, ami mesél házasságról, anyává válásról, illetve a vetélés utáni traumafeldolgozásról, de ezen kívül még nagyon sok rétege is van, és például a C-osztály mindennapjainak leírásán keresztül kapunk egy betekintést az egészségügy helyzetébe is, illetve a vidéki társadalom helyzetébe is. Ez utóbbi egyébként nagyon szórakoztató, mert Czakó Zsófia itt arról mesél, hogy egy budapesti értelmiségi házaspár a Covid időszaka alatt leköltözött egy kis borsodi faluba, és a főhős, ahogy becsöppen ebbe a falusi közegbe, teljesen kultúrsokkot kap, és nagyon éles, apró mikro megfigyelései vannak a helyi társadalomról és a szokásrendszerről. Úgyhogy ezeket nagyon-nagyon szórakoztató volt olvasni, de azért nehéz témák vannak ebben a könyvben, viszont iszonyatosan erős empátiával és ítélkezésmentességgel íródott. A következő regény, amit olvastam, az Mánvárhegyi Rékától volt, a Vázlaton a Vimáshoz. Mánvárhegyi Rékától már korábban olvastam a Mágneshegy című regényt, ami szintén a Magvető kiadónál jelent meg, és nagyon-nagyon szerettem. És nem is tudtam, hogy ő új regénnyel készül, de végül is a könyvhétre megjelent ez a kötet, úgyhogy nagyon nagy érdeklődéssel vettem a kezembe és vágtam bele. A kötet 4 különálló női monológot tartalmaz, mindegyiknek a főhőse egy 30-as, 40-es éveiben járó nő vagy asszony, legtöbbjük családos, gyereke van és küszködik a munkával és a magánélet egyensúlyával, és erőteljesen rányomja a bélyegét az ő létezésükre, vagy a mindennapjaikra a járványhelyzet. Tulajdonképpen ezt a könyvet nem is nagyon lehet regénynek nevezni, hiszen ez a 4 monológ egyáltalán nem kapcsolódik össze, és teljesen különálló karaktereket és élethelyzeteket mutat meg. Ezt a könyvet talán nehéz lenne regénynek nevezni, hiszen a 4 monológ az egyáltalán nem kapcsolódik össze egymással, viszont mind a 4 karakter rajza az nagyon-nagyon kiváló, én legalábbis nagyon élveztem őket. Viszont tényleg, ahogy a címe is jelzi, ez talán vázlat valami máshoz, egy nagy regényhez, ahol Mánvárhegyi Réka kipróbálta azokat a karaktereket, akikkel majd később dolgozni szeretne. A 4 karakter közül az első, akivel megismerkedünk, az Magdi, egy tanár, akinek dürohalmai vannak. Aztán ott van Ági, aki egyfajta lifestyle influencer, és van egy depressziós férje, és folyamatosan olyan kampányokat, ilyen hashtag kampányokat talál ki magának, amivel egy idő után már egyáltalán nem tud azonosulni, és az ő karakterében nagyon-nagyon szerettem azokat az ilyen kis apró, abszurd helyzeteket, mint például amikor a kis 2 négyzetméteres erkélyén csinálja a jóga gyakorlatait, miközben az erkély szomszédja videózza, hogy majd fel tudja tölteni Instagramra. Szóval nagyon pici ilyen kis mikro élethelyzetek vannak benne. Ezek a szereplők nem nagyon mozdulnak ki a lakásukból, kivéve majd egy karaktert, aki egészen Horvátországig jut el. De tényleg ebben a 40-50 oldalban, amit egy-egy női főhőssel együtt töltünk, szinte kirajzolódik az egész életük, vagy legalábbis a mindennapjaik. Nekem egyébként a kedvencem Anikó volt, aki íróként otthon volt 2 gyerekkel, és még volt egy munkája is, amit el kellett végeznie, és nagyon-nagyon szerettem azt a fajta reflektáltságot, amit önmagára és az írás folyamatára adott. Nagyon élveztem azokat a részeket, amikor arról beszélt, hogy mennyire nehéz gyerek és család mellett írnia, és tulajdonképpen a Spice-ban rendezett be magának egy kis írósarkot, ahova el tudott vonulni, és amikor a családjától kapott egy másfél óra szünetet, akkor próbált valami nagyon kreatív dolgot csinálni. Hát ezt a szituációt abszolút át tudom érezni, mert most nekem is egy másfél órán van, hogy ezt a videót felvegyem. Szóval ezzel a résszel és ezzel az élethelyzettel nagyon-nagyon tudtam azonosulni. Elolvastam Tóth Krisztinától a Majom szemét is, ami az írónak a második regénye, a rengeteg verses kötet és novellás kötet után.
Ha jól emlékszem, akkor ez a regény is a könyvhét környékén jelenhetett meg, és egyfajta disztópia, hiszen egy polgárháború utáni diktatúrát mutat meg, amiben nagyon sok jellemző talán visszaköszönhet a mindennapjainkban, és a regény helyszíneként is felismerhetjük Budapestet, bár ez így nincs nevén nevezve. Minden esetre ebben a disztópikus diktatúra környezetben két főszereplőt követünk, az egyik Giselle, aki az egyetemen történelmet tanít, de hát eléggé meghunyászkodott, vagy bele simult ebbe a hatalomba, hiszen itt tartotta meg az állását. A másik karakterünk pedig Dr. Kreutzer, aki egy pszichiáter, ő viszont egyértelműen a hatalom kegyeltje, és nagyon sok olyan kísérletben, vagy munkában, projektben vesz részt, ami kötődik a legfelsőbb körökhöz. Ez a regény nagyon sokáig a két főszereplő családi hátterével, kapcsolatrendszerével és kettejük viszonyával foglalkozik, és egészen sokáig egyébként nem is derül ki, hogy miféle manipulációk mennek a háttérben, és fogalmunk sincs, hogy ez a Dr. Kreutzer ez kicsoda, viszont a regény egy adott pontján nagyon-nagyon ellenszenves karakterré válik, és nagyon sok mindent megtudunk róla. És mindeközben természetesen a háttérben folyik valami kísérletféleség, amire csak a legvégén derül fény. Én nagyon szerettem ebben a könyvben ennek a két karakternek az iszonyatosan jól kidolgozott szálát és felépítését, a családjuk történetével, a múltbéli történéseikkel és a jelenbeli viszonyaikkal. Viszont pár dolgot azért hiányoltam, volt egy-két olyan mellékszereplő, akik bekúsztak a történetben, és róluk sokkal szívesebben olvastam volna. Például a legelső oldalakon megismerünk egy fiút, aki oda megy Giselle-hez, és azt állítja, hogy ő az anyja. És én még erről a fiúról egyébként nagyon szívesen olvastam volna még többet, mint amennyi a könyvbe belefért, és arról a kísérletről is, amit a legvégén megtudunk, arról is nagyon szívesen olvastam volna. Szóval nekem ebben emiatt van egy kis hiányérzetem, de amúgy egy nagyon-nagyon erőteljes és nagyon letargikus atmoszférát megteremtő regényről van szó. Aztán olvastam egy történelmi regényt is, méghozzá Mörk Leonorától az Asszonyom, édes úrnőm című könyvet, ami a Jaffa kiadónál jelent meg idén. Mörk Leonorának már jó pár történelmi regénye megjelent a kiadónál, én még nem olvastam tőle, viszont az Asszonyom, édes úrnőmre azért csaptam le, mert a fülszövegben olvastam, hogy szerepelnek benne a fuggerek, illetve a fuggerej, ami engem nagyon-nagyon érdekel, és egy nagyon izgalmas családnak tartom őket, szóval ez volt az a hívó szó, ami miatt mindenféleképpen szerettem volna elolvasni ezt a regényt. A Fugger család egyébként egy augsburgi bankár dinasztia, akik a 16. századra hihetetlen mértékű vagyont szereztek össze maguknak, vagy kaparintottak meg, és királyok, császárok hitelezőivé váltak, és nagyon-nagyon befolyásos és nagyon gazdag családról beszélünk, de emellett Augsburgban megalapítottak egy szociális települést is, ahol idős augsburgi katolikus emberek tölthették életüknek az utolsó éveit. Egy nagyon-nagyon jelképes bérleti díj vagy havi díj ellenében, ami alig volt több mint 1 euró, és emellett a havi díj mellett még kötelező volt minden nap 3 imát elmondani a Fugger család lelki üdvéért, és ez a fuggerej, ez tulajdonképpen ma is működik ugyanezekkel a feltételekkel, szóval a bérleti díj, vagy a havi díj az ugyanilyen jelképes, alig egy mint euró, de a 3 imát ugyanúgy el kell imádkozni minden nap. Erre az augsburgi szociális településre látogat el egyébként a regény főhőse, egy fiatal lány, Johanna, akinek az édesapja orvos, és az unoka öccse megfertőződik egy nagyon különös betegséggel, a szifilisszel, és Johanna azért érkezik Augsburgba, hogy az ottani orvosoktól eltanulja, hogyan lehet gyógyítani ezt a betegséget. És itt megismerkedik Nikolóval, egy híres énekessel, aki királyoknak, császároknak adott koncertet, és nagyon-nagyon híres és népszerű, és kettejük nagyon különös kapcsolatát és szabálytalan szerelmét ismerjük meg a regénylapjain. Én elég ritkán szoktam romantikus történeteket olvasni, és ebben a könyvben sem a romantika érdekelt elsősorban, hanem az a történelmi háttér, amit Mörk Leonora nagyon-nagyon alaposan és jól kidolgozott, és imádtam azokat a témákat, amiket behozott, kezdve a Fugger családtól, a szifiliszen át és a kasztrált énekesek témájáig, ami tényleg lenyűgöző volt, és nagyon izgalmas volt olvasni egy számomra ismeretlen világról.
Úgyhogy engem ennek a könyvnek a történelmi háttere fogott meg igazán, de akik szeretik a romantikus történeteket, azok biztos, hogy nem fognak csalódni ebbe a könyvben. És most következzen végre egy férfi szerző, Egressy Zoltántól olvastam a Jolka harangját, ami a Helikon kiadónál jelent meg. Egressy Zoltán 1967-es születésű író és drámaíró, akinek már nagyon sok regénye megjelent. Én a regényei közül egyedül a Szarvas a ködben olvastam pár éve, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, illetve a drámáik közül láttam a Portugál Színházban és filmen is, ami egy nagyon-nagyon jó dráma. Úgyhogy abszolút kíváncsi voltam a Jolka harangjai című könyvére, már csak azért is, mert ebben a kötetben Egressy Zoltán egy 94 éves zalai parasztasszony fejébe bújik bele. A kötetben végig Jolka monológiát olvassuk, ahogy szépen öregesen meséli az életét, és hát mint minden öregasszony néha visszatér egy-egy ilyen központi elemhez vagy eseményhez, ami az ő életében meghatározó volt. Például nagyon sokat mesél egy szovjet pilótáról, aki nagyon oda volt érte, és még arra is képes volt, hogy a repülővel a házuk fölött körözzön, és ezzel megbotránkoztassa a falubelieket. És csomó más ilyen kis apró történet folyamatosan ismétlődik a szövegben, amellett, hogy persze az öreg mindennapok is ott vannak, és Jolka nagyon sokat panaszkodik mindenre, ami fáj neki, az időjárásra, illetve arra, hogy éppen milyen ebédet hoztak neki a konyháról. És mindezt közben nagyon-nagyon szép tárnyelven kapjuk meg, igazán ízes szóhasználattal. Én nagyon-nagyon sokat derültem ezeken a szavakon, amik számomra teljesen ismeretlenek voltak, de akik esetleg zalai születésű, az biztos hallotta már a kimutyaráltam magam és a pámpillázini kifejezéseket. Én ezzel rengeteget mosolyogtam. Nagyon tetszett ez az alig több mint 200 oldalas regény, viszont ugye a 180. oldal után kezdtem egy picit aggódni, hogy ne az egész egy ilyen orál history vagy egy életút interjú legyen, és a fülszöveg is ígért valami krimiszerűséget, vagy valami olyasmit, ami majd összerántja ezt az eléggé szerteágazó élettörténetet. És spoilerek nélkül ezt egyébként megkapjuk, de a regény leges legvégén, tehát az utolsó pár oldalon fog kiderülni az, hogy Jolka mennyire megbízható elbeszélő, illetve mi az ő életének drámája. Egyébként rögtön az olvasás után egy picit csalódott voltam, pont amiatt, hogy ezt miért az utolsó oldalakon tudjuk meg, viszont azóta folyamatosan pörög az agyam azon, hogy mik voltak azok a motivumok a szövegben, amik már ezt sejthethették volna, és hogy én mennyire kis naív olvasó voltam, hogy hittem Jolka minden szavának. A következő regény a Kaligram kiadónál jelent meg, és ez Molnár T. Esztertől a Hidegkút. Molnár T. Eszter egy rendkívül sokoldalú író, hiszen nem csak felnőtt regényei és krimie jelent meg, hanem az ifjúsági irodalomban és a gyerekkönyvek terén is jegyzik a nevét. Én például az ő írásaival legelőször egy mesén keresztül találkoztam, ő írta ugyanis a Kóborszálló című mesét, ami azért nagyon különleges olvasmány volt számomra, mert ennek főhőse egy hajléktalan volt. A Hidegkút egy mesterien felépített regény, amelyben egyetlen egy napban ismerjük meg egy család történetét, és ráadásul egy olyan napban, amely nagyon nagy drámai felfedezéseket tartogat a család minden egyes tagja számára. A történetben szereplő család egyébként egy jól szituált budai család, ahol az apuka orvos, az anyuka egy alapítványi iskolában biológiát tanít, és két gyerekük van, Juli és Attila. Viszont amikor a történet elindul és találkozunk ezzel a családdal, akkor a család már teljesen szétzilálódott, a szülők elváltak, meg tudjuk, hogy az anyának volt egy súlyos rákbetegsége, amiből felgyógyult, viszont morfiumfüggő lett, és azt is megtudjuk, hogy már elveszítették Julit egy nagyon rejtélyes balesetben. A regénybeli egy nap pedig szintén egy drámai helyzettel indul, és egy büntetésben a központjában, ugyanis az iskola egyik tanárát, a furulya tanárt holtan találták meg a közeli erdőben, és egyértelmű, hogy valakik halálra verték ezt az embert, és a rendőrség elkezd nyomozni az iskolában, ahol a diákokat is kihallgatják. Az már a regény legelején kiderül, hogy Attilát is kihallgatja a rendőrség, és valamilyen szinten a fiúnak is köze van ehhez a bűnesethez, és azt is megtudjuk Attiláról, hogy ő egyáltalán nem beszél, amióta a nővérével az a bizonyos baleset történt. A bűnügyi szál fontos ebben a regényben, de egyáltalán nem ezen van a hangsúly, sokkal inkább fókuszálunk erre a családra, ennek a családnak a működés képtelenségére, vagy kommunikáció képtelenségére, és nagyon-nagyon durva és nehéz dolgok derülnek ki a legvégére, ami miatt nekem ez egy óriási hatású könyv volt. És a végére hagytam a legvaskosabb regényt, ami
amit idén olvastam, ez Nádas Pétertől volt a rémtörténetek, viszont erről a regényről már beszéltem egy korábbi videómban, úgyhogy ezt belinkelem, és ott részletesen meghallgathatjátok, hogy miről is szól ez a könyv. Annyit persze elárulok, hogy nagyon-nagyon élveztem, és elsősorban az elbeszélését, vagy az elbeszélésének a sokszínűségét. Térjünk át a novellákra, és itt is van egy kötet, amiről nem szeretnék sokat beszélni, mert már volt róla szó a halloweeni ajánlóban, ez pedig Szemeti Orsitól a Sikoltól, amelyben 7 történet szerepel, mindegyiknek van egy természetfölötti főhőse, de egyébként nagyon-nagyon viccesen rajzolja meg a Budapest környéki településeknek a jelenlegi és a múltbeli helyzetét és történelmi és mindenét. Annak ellenére, hogy ebben a kötetben rémnovellák találhatók, senki nem fog ettől rosszul aludni, szóval nem kell félelmetes novellákra számítani, viszont nagyon-nagyon jó humoruk van, és az egészet inkább úgy képzeljétek el, mint egy bizarr bábszínházat, ahogy Szemeti Orsi fogalmazott egyszer egy interjúban, szóval tényleg inkább a groteszk az, ami dominál ebben a kötetben, és a furcsaság, és van az egésznek egy nagyon-nagyon kedves bája. Olvastam idén Nyíri Katalintól a Kedvedért megeszem című novellás kötetet is, amelyet a Fiatal Írók Szövetsége adott ki, és ez Nyíri Katalinnak a bemutatkozó próza kötete. Ebben a rövidke kötetben alig van 150 oldal, 26 novella szerepel, úgyhogy eléggé rövidek ezek a novellák, viszont mesterien csinálja meg Nyíri Katalin benne egy-egy párnak, családnak vagy főhősnek a történetét, és nagyon-nagyon jó atmoszférát tud teremteni. Egyébként viszonylag minimális elbeszéléssel dolgozik, vagy hát nagyon puritának a mondatai, de nekem ez a stílus nagyon-nagyon tetszett. Témáját tekintve nagyon sokféle novella van ebben a kötetben, de egyik sem az élet napos oldalát mutatja, hanem veszteségekről, traumákról, válságról és betegségekről beszél. Sokszor ismerjük meg úgy a történetet, hogy az utolsó cseppet látjuk a pohárban, és valamilyen teljesen piszlicseré dologból robban ki egy dráma, és ismerjük meg a párnak vagy a családnak a hosszú-hosszú történetét. Én ezeket nagyon-nagyon szerettem, és azt a novellát is szerettem, amiben egy hallássérült lánynak egy buszos utazása van a középpontban. És az utolsó novellás kötet, amit eddig olvastam, az Grecsó Krisztiántól volt, a Valami népi, ami idén februárban jelent meg a Magvető kiadónál, és volt szerencsém egyébként ennek a kötetnek a bemutatójára is elmenni, amit a Radnóti Színházban tartottak február elején, viszont magát a kötetet nyáron olvastam. Egyébként nagyon érdekes volt így olvasni, mert számtalanszor előjöttek azok az élmények, vagy azok az emlékek, amik a bemutató megmaradtak bennem, és amikor olvastam egy novellát, akkor nagyon sokszor így feleszméltem, hogy tényleg erről beszélt a bemutatón is, és mennyire jó volt. A kötetben egyébként több ciklusban rendezett novella szerepel, nekem a kedvencem az a legelső volt, aminek a címe Fehérben fehér, és egyébként van egy ilyen című novella is, és az volt a legnagyobb kedvencem az összes közül. Ebben a Fehérben fehér ciklusban főként olyan novellák szerepelnek, amelyek valamilyen szinten a paraszti közeget mutatják be, és valahol a 20. század közepe táján játszódnak ezek a novellák, és a legjobban azt tetszett benne, hogy ezek a novellák egyáltalán nem egy paraszti idillt mutatnak be, és nem egy ilyen erkölcsi jóságot közvetítenek, hanem bizony beszélnek a paraszti mentalitásnak a sötétebb oldaláról is, és elég sok olyan történet van, amelyben a főhősek rendkívül ostobák, irigyek, kicsinyesek, de vannak benne olyan szívszorító történetek is, amelyekben megtudjuk, hogy miért mond búcsút örökre egy lány, aki cselédnek áll Budapesten, hogyan mond le róla nem csak a családja, hanem az egész falu közösség abban a pillanatban, ahogy kiteszi a lábát a faluból. Emellett van a kötetben egy csomó olyan novella, ami erőteljesen önéletrajzi ihletésű és sokat beszél, például Grecsó Krisztián a betegségéről, vagy a saját családjáról, az édesapjáról, és nagyon sok novellának van egyébként egy GK elnevezésű mindentudó elbeszélője, amire rengeteget nevettem, és nagyon bírtam ezt a fajta önreflektáltságot. Jöjjenek a verses kötetek, elsőként Szőcs Petrától a Gonoszfalu legszebb lakói, amiről szintén volt szó már az előző videómban. Aztán itt van Erdős Virágnak a Könnyei című kötete, amiről meg már beszéltem egyszer az áprilisi vagy a márciusi összegzőben, nem tudom, majd belinkelem, viszont azért szerettem volna idehozni, mert akkor így legalább a 22-es nagy összegzőben helyet kap. És a harmadik verses kötet, amit olvastam, az Molnár Krisztina Ritától volt a Hosszú utazás. Ebben a kötetben két nagy versciklus van, és egy több évezredes utazásra hív minket Molnár Krisztina Rita, azzal a fajta érzékenységgel és pontossággal, amivel az ő verseit már megismerhettük. És benne volt ez a fajta érzékeny szemlélődés, vagy rácsodálkozás az élet apró dolgaira, amit én az ő verseiben rendkívül szeretek. De nagyon nagy meglepetésemre egy csomó versben fontos társadalmi problémákról is szó van,
És ez számomra egyfajta újdonság is volt, és nagyon-nagyon örülök, hogy ezekről a Monál Krisztina Rita szót ejtett és versbe foglalta. Térjünk át a videó bookhol és várólista részére, viszont először szeretném megmutatni azt a regényt, amit jelenleg olvasok. Ez nem más, mint Havasréti Józseftől a Terepmunka, ami most novemberben jelent meg a Magvető kiadónál, és egyből lecsaptam rá, hiszen a főszereplői néprajzos egyetemisták. A főszöveg leírása szerint ezek a néprajzos egyetemisták elmennek egy gyűjtő útra téglás pusztára, ahol van egy Szennai Irénke nevű falubéli, akit halottlátónak és gyógyítónak tartanak, és mindenféleképpen vele szeretnének egy interjút készíteni. Viszont a tanárok másra is kíváncsiak, ugyanis Irénkét az életének egy adott pontján elvitték Lipótmezőre, és a két tanár erre a pár hónapos lipótmezei történésre kíváncsi, viszont amikor odaérnek tégláspusztára, akkor azzal szembesülnek, hogy Irénke már halott, és a falubeliek mindenfélét összebeszélnek róla. Még nagyon az elején tartok ennek a regénynek, és tulajdonképpen csak a prológust és az első fejezetet olvastam, de már is előkerültek különféle izolációs tartályok, és mindenféle pszichológiai kísérletek, úgyhogy van egy olyan tippem, hogy ez eléggé weird fictionbe fog átmenni ez a regény, de borzasztóan érdekel már csak a néprajzos szám miatt is, meg egyébként nekem tetszik ez a fura, weird felütés is. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre is, és szerintem ez mindenféleképpen bele fog férni az idei évbe. Fogalmam sincs, hogy a Terepmunkán kívül még hány magyar regényt sikerül elolvasnom, van jó pár olvasatlan a polcomon. Ezeket szeretném most megmutatni, tehát ezeket a könyveket vettem, és remélem, hogy befejezem vagy idén, vagy esetleg a jövő év első felében. Az első ezek közül Seyfert Natáliától az Örök panoráma, ami szintén könyvhétre jelent meg, és egyből lecsaptam rá, már csak azért is, mert tavaly olvastam Seyfert Natáliától az Artató szerekről című regényét, és nagyon-nagyon szerettem. Olvastam egyébként erről a regényéről jót is, rosszat is, és tulajdonképpen köztes vélemény nem is nagyon van, mert elindul ez a regény valahogy, egy családtörténetként, egy falutörténetként olvasható, egy képzeletbeli kis faluban szegélyen vagyunk, egy hegyvidékes területen, és ott több generáció történetét ismerjük meg, illetve hozzá kapcsolódó szereplőket. Viszont aztán a 300. oldal környékén a regény kétharmadánál van egy óriási csavar, és egy teljesen más irányba indul el a történet, mint ahogy ez az első 300 oldalból sejthető. Néztem pár interjút Seyfert Natáliával, és van sejtésem, hogy mi lesz ez a csavar, ami nekem így ígéretesnek hangzik, úgyhogy remélem, hogy szeretni fogom ezt a kötetet. Aztán megvettem Gyurkovics Tamástól az Akcentus című regényt, ami a Kaligram kiadónál jelent meg, ahogy Seyfert Natáliának az Örök panorámája is, és ez Lugosi Bélának a regényes életrajza, amelyet egy fiktív titkár mesél el visszafelé, tehát visszafelé haladunk az időben. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon ígéretes. A következő könyvet ajándékba kaptam, méghozzá Hélztől. Ez Bognár Pétertől a Hajózni kell, élni nem kell című könyv, amely az író első megjelent prózakötete, és szintén jelölték idén a Margó díjra. Aztán van nálam egy igen vastag novellás kötet, amit a Gabó kiadótól rendeltem, és ez Moskát Anitától a Hazugság tézisei című kötet, amit szerintem senkinek nem kell már bemutatni, hiszen rengetegen olvasták és rengetegen szerették. A novellák mellett van benne egy kis regény is, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hiszen Moskát Anitától én is olvastam már két könyvet, az Irha és Bört, illetve a Horgony helyett, úgyhogy abszolút kíváncsi vagyok a novelláira. Aztán az utolsó friss megjelenés, ami a polcomon van, az Kun Árpádtól a Takarító férfi, aminek zseniális címe van, és egy erőtésen önéletrajzi ihletésű kötet, amelyben a főhős arról mesél, hogy milyen Norvégiában az élet, és milyen takarítóként az élet. Egyébként Kun Árpádnak már több kötete is megjelent, több regénye is megjelent, ami ezt a norvégiai vagy skandináv élethelyzetet mutatja be, hogy ott egy Magyarországról kiköltözött család hogyan él és boldogul, úgyhogy izgatottan várom ezt a kötetét is. És végezetül villámgyorsan, mert szerintem borzasztóan hosszú lesz ez a videó, fussunk végig azokon a könyveken is, amiket a várólistámra tettem, de még nincsenek itt a birtokomban. Ezek közül az egyik most nem is tudom, hogyan fogok haladni, az Kondor Vilmostól a Második Magyar Köztársaság, ami egy krimi, méghozzá egy alternatív történelemben játszódó krimi, amikor a magyarok a szövetségesekkel a II. Világháborúban egyességet kötöttek, és a Horthy fia az államfő, és Kádár pedig rendőrfőnökként funkcionál. És talán az 1960-as években járunk, amikor a Beatles ad koncertet Magyarországon, és itt történik egy gyilkosság, szóval szerintem ez borzasztóan izgalmas, ezzel az alternatív történelem
felütéssel, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok Kondor Vilmosnak a legfrissebb regényére. Aztán itt van Kis Noémitől egy novellás kötet, amit szeretnék majd a karácsonyi időszakban olvasni, hiszen az a cím, hogy Karácsony a Dunán. És kinéztem még magamnak Rakowski Zsuzsától az Idők jelei című kötetet, ami szintén november közepén jelent meg. Most nem tudom, hogy már megjelent, vagy még megjelenés alatt van, ez a Magvető kiadónál fog kijönni, és az 1530-as években játszik Münsterben, amikor is a vallásháború dúl, vagy hát ilyen felekezeti feszültségek vannak, nem csak a katolikusok és a reformátusok, illetve a luteránusok között, hanem az új tanok hívei között is van bőven feszültség, és ebben a történetben egy néma cselédlányt követünk, aki tanulja lesz sok mindennek. Ezt is nagyon-nagyon várom. Aztán borzasztóan érdekel Gárdos Péternek a Semmelweisről írt regénye, a Semmelweis Ignác rövid boldogsága a címe, már pedig azért, mert Semmelweis élettörténetéből olyan momentumokat is felfed és megvilágít, amit a történettudományok szeretnek elhallgatni, úgyhogy ez is egy borzasztóan izgalmas kötetnek ígérkezik. És ezen kívül felírtam még magamnak Réz Annától a Mardos című könyvet, ami egy non-fiction, Réz Anna filozófus, és 9 fejezeten keresztül ebben a könyvben azt vizsgálja, hogy miért érzünk bűntudatot vagy szégyenérzetet bizonyos helyzetekben. És végezetül van még egy könyv, amire borzasztóan kíváncsi vagyok, ez pedig Lőrinci Juditnak az Utolsó tanú című könyve, ami a Gabó kiadónál jelent meg. Ez egy nagyon érdekes könyvnek ígérkezik, mert a fantasy, a krimi, a cliffy és az eastern keveredik benne. A története nem túl távoli jövőben játszódik, 2052-ben vagyunk az Alföldön, amikor már az Alföld teljesen sivataggá vált, és borzasztó asszályok vannak, nincs ivóvíz, és ez a társadalmi berendezkedést is erőteljesen megváltoztatta, a fallal körülvett városokba húzódik mindenki, és ebben a közegben találnak két holttestet, egy szegedi professzornak a holttestét, és egy nyillal átlőtt betyár holttestét találják meg, és innen indul majd a történet. Nagyon kíváncsi vagyok erre a felütésre, főleg, hogy egy magyar közegben játszódó cliffiről van szó, illetve hát fantasy elemek is vannak benne. Egyáltalán nem tudom, miről szól ez a könyv, de ezek a címkék, és ez az 2050-es alföldi helyszín abszolút megvett magának, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre is. Köszönöm szépen, hogy kitartottatok a videó végéig, és végignéztétek, ez nem lett éppen egy rövid videó, de mindenképpen szerettem volna nektek mesélni magyar szerzőkről és idei megjelenésekről, és hát ahogy látjátok, azokon a könyveken kívül, amiket olvastam, még legalább annyi van, ami érdekel, és hát van egy másfél hónap az évből. Szóval biztos, hogy nem fog minden beleférni, de azért szeretném így az év jövő év első felében még letudni a 2022-es megjelenéseket, hogy aztán ráfordulhassak a 2023-as megjelenésekre. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és velem voltatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!